Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcon, és a mai videóban Panini legújabb 2019-es FIFA 365 csomagokkal, matrice csomagokkal fogunk játszani egy draftot, amit láthatjátok a borítóképen is. Méghozzá azért, mert nagyon tetszett nektek a bajnokok ligájás csomagokkal lejátszott ilyen keret összerakós. Van 11 csomagunk, ezekből fogunk összerakni valamilyen felállást, és bízunk benne, hogy egy egész jó csapatot sikerül összerakni. Minden csomagot kivontunk, egy csomagból egy játékos választható, most lehet persze majd logó, meg ilyenek, de mi a játékos fogjuk választani, tehát nekem abból lesz lehetőségem. Ha nem láttátok a bajnokok ligás videót, jobb felsőbe itt van. Úgyhogy kezdjünk is neki. Nézzük, miből fog állni a keretünk. Azt mondja, van itt nekünk egy málenünk, de vannak csillogósak. Keret nem tudjuk használni. Belga harmadik helyet megint csak nem. Van itt Danilo Pereira, nem rossz, és megvan a kapusunk. Egy csillogós, Noyer, három csillogós volt a csomagban, ez mondjuk tök jónak számít. Ezt így ide rakjuk, ez nem kell nekünk, és akkor jöhet ide Noyer a kapus posztra tulajdonképpen van itt nekünk Inter logó, két logó, egy Marge, Marge, igen, Daniel Alver, és egy Luis Suarez csillogós. Egyenlőre úgy néz ki, hogy csillogósokból fog állni a keret, már a csatárunk is megvan, szerintem ezeket a döntéseket nem kell különösebben megindokolni. Mindenféleképpen írjátok le leírásba, hogy nektek hogy néz neki ezekből a itt választató játékosokból a keretetek, illetve hogy egyetértetek-e velem majd. Oké, okay. van egy Maximilian Philip, nem rossz kezdés. Aztán egy Ellison, Acosta, Bonucci, védelemben nagyon jó lehet, és egy Subasic, ami nekünk nem annyira jó, mivel hogy már van kapusunk, teljesen értelmetlen lenne. Marad Bonucci, berakjuk védőnek. Többiek se voltak rosszak, de azért egy Bonucci az mégiscsak egy erős védelmet alapoz meg. Oké, okay. következő csomag, ez egy Váldez, egy Ottavio, egy spanyol csapatkép, Fairplay, egy Atletico logo, és egy Jadison. Hát, hát, Ottavio mondjuk nem rossz, én őrrel szavazok, ez egy portó középpályás lesz. Berakjuk ide a középpálya közepére, aztán meglátjuk, hogy majd hova tolódik. Oké. Okay. Következő csomag, van egy medzonunk, aztán Rui Mário, Mangalam, Aholu és a végére egy Fernando Gágo, ugyancsak egy jó középáját ígér nekünk, úgyhogy ő is megy ottávió mellé, így néz ki eddig a felállás, nem tudom, hogy miért ennyire csomó hely van, miért akkor így egymásra őket, így jó eddig. Oké, okay, még van egy pár csomagunk. Úgyhogy egy Laporte, majd utána a Tigers logó, Di Maria erősödik, itt aztán lehet válogatni, Pizarro és egy pávon. Hát amint gondolkozok, az a Di Maria lesz, mert egy nagyon jó támadó. Úgyhogy kirakom jobb oldalra, balát bal oldalra kellene, mindegy majd ahogy alakul, egyelőre akkor itt hagyom, kicsit feltolt pozícióba. Oké, okay. van itt egy glik, Tök jó védő, Várgász, Szolder, Iskuraidosz, és egy Szankó. Hm, ő is középpályára megy. Én a védőre szavazok, Lickre méghozzá azért, mert elég gyengén áll a védelmünk. És jó lenne azért, itt kicsit megerősödne. Tegyünk tovább, még négy csomag. Már nem sok lehetőség van, de legalább minden posztomon van, van jó játékosunk. Áblia, Szolimán, Szerdár, Bernándó, Szilva, jó, lesz középára. Fernándó, ő se rossz, én Bernándó, Szilvára szavazok, feltolt pozícióba. Úgyhogy így a középájánk tulajdonképpen megvan. Még Dimaryet feltolnám, ilyen visszahúzott csatár pozícióba, ha jönne valamilyen középájás, amit muszáj egyszer rakni, nem lehet kihagyni. Oké, okay, van nekünk csapatképünk, Monaco Javi Martinez, nagyon jól védelembe. Egy Aqua és egy Vea well, támadó pozícióba. Én mégis Evi Martinsre szavazok, hogy a védelem is meglegyen. Három védővel az már neki lehet indulni. Oké, két csomagunk maradt. Még valami csatát azért csak kellene nyitni egy út. De fura a beállása ez a mindenki ilyen normálisan áll, meg ilyen furi. Na mindegy. Agyáj. Óbla, ott az igen. Bentelebb, és egy dejongunk is van. Dejong bentelebb, ez a kettőn gondolkodok, de legyen a dejong azért, ő nem egy rossz csatár. Befejezésekbe azért ott van, szóval ez mellett jól kiegészítik egymást szerintem. Utolsó csomag, még egy védőnek örülnék, a cipka benzema, lehet, hogy egy három csatár lesz itt. Marcelo, ott a védő, akit hiányoltunk. És a végére egy Bia nagyon jó lenne középpályára. Én mégis a marcelo szavazok, azért ő nem olyan rossz. Martin ki kimegy szélre, jobb szélre, és akkor jön ide bal szélre Marcelo. Van két feltolt középpályásunk, két kimondott csatárunk, egy egész jó középpályánk, és nagyon jó kapusunk, úgyhogy szerintem rendben van ez a keret. Tehát ez lett volna ez a FIFA 365 Panini 2019-es draft. Remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, iratkozzatok fel, és nézzetek rá a többi videóra is mindenféle Panini Tops témában. Sziasztok!